Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 7-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya, ez egy szívfájdalom. Gyakran nem is a jelenlegi helyzetre utal, hanem a múltra, az emlékekre, a gyermekkori emlékekre. De itt van egy megoldás, és ezt mutatják a kardok. Nem az első kard, mert ez utal a múlt sebeire, és ez fáj, ezek fájdalmas emlékek, könnyekkel, hanem oda kellene figyelni arra másik kettő kardra. Szimbolizálja azt, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, azon kívül utal a levegő elemére, és pontosan erre lenne szüksége. Végre fellélegezni, lezárni a múltad, áttenni magát a bizonytalanságokon, a félelmeken, és amit még a levegő elemek közöl, ez a kommunikáció. A második kártyánál megnézzük az ő érzelmeit. Itt ezen a képen láthatjuk az ő tartását. Ő befele fordul. Ez jót tesz neki, ennek van egy megnyugtató hatása. Azon kívül megvannak az elképzelései, lehet, hogy van ez a meditáció is nála. Ott körülötte minden olyan szürke, az utal félelmekre, bizonytalanságokra, de ő most nem ezt akarja látni, hanem érzi a belső erejét. Így döntött. És ez által fog ez a négyes szám hatni, mert ez utal a biztonság érzetére. Meg lesz nála ez a belső erő. És most megtekintjük azt, mit közöl veled. Ezen a képen látható az erő. Ő ad neked erőt, te adsz neki erőt. De figyeljünk oda a képre is. Itt van két irány. Az egyik erővel kell, hogy védd magadat, és ezt mutatja ez az oroszlán, ha valaki megbánt téged, akkor kimondhatod a véleményedet, sőt hangosan. A másik irány, az a belső irány, erre utal ez a hölgy. Úgy el is fordul, tehát nem is odafigyel, ami kiváltja ezt a kihívást, hanem megvan nála a belső erő, ez a csend és nyugalom. Te döntesz, melyik helyzetben, melyik erőre van szükséged. És ezzel a tartással segíthetsz neki is, mert tudsz számára egy jó tanácsot adni. És most megtekintjük a napi energiát. Ott, ahol az egerek megjelennek, azok mindent felfalnak, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek eltávolítanak itt valamit. Két lehetőség van ezt elmagyarázni. Az egerek eltávolítanak valamit. Az lehet, hogy eltávolítják ezeket a szomorú emlékeket, és akkor ő jobban érzi magát, vagy az egerek eltávolítják az erőt, és erőtlennek érzed magad, vagy ő érzi erőtlennek magát. Itt kell a hit, nem a múlttal foglalkozni, hanem mindig a jelennel, és ebben a belső erőben maradni.
És honnan jön ez a belső erő? A nyugalomból. Néhány szót még a csillagokról, a bolygók állásáról. A mai napon még mindig van egy jó kapcsolat Mars és Vénusz bolygók között, ez kihat a szerelmi élet területére. Ennél a kapcsolatnál szép és mély érzelmekről van szó. Itt vannak álmok, és ez az álom megvalósulhat. A mai napon elhagyta Jupiter bolygó a bak jegyét az indiai számítás szerint, és mától a vízöntő jegyében mozog, és itt marad néhány hónapon keresztül. Ez szerencsét hoz azoknál, akik a vízöntő jegyében születtek, vagy vízöntő aszcendentusuk van, mint például nálam, az én aszcendentusom is a vízöntő jegyében van. Amire Jupiter bolygó még kihat, ez az igazság vagy igazságtalanságok, ez lehet egy bírósági ügy is, és itt érezhető lesz a vízöntő jegyének az energiája, a levegő eleme, és a kommunikáció. Itt rendeződik, tisztázódik most valami. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Még mindig megvannak az égi kapuk nyílása a plejádok felé, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!